Jó napot kívánok! Az én első találkozásom a kreatív gondolkodással az érettségi vizsgámhoz köthető. Emlékszem, magyar irodalomból három feladatot kaptunk. Az első feladat mutassa be egy költő életrajzát, tekintettel arra, hogy ez bemagolható volt, ez engem annyira nem dobott föl. Világéletemben utáltam magolni. A második feladat elemezze az egyik költőnk világhírű versét, Hasonlóképpen nem hozott izgalomba, hiszen magyar tanárunknak az volt a szokása, hogy az elemzést odaíratta velünk a szöveggyűjtemény szélére, innentől kezdve ez sem volt számomra igazán kreatív feladat. Ám a harmadik feladat az igazán feldobott. Hasonlítsa össze Vörösmarty és Petőfi egy-egy szerelmes versét. 18 évesen én fülig szerelmes voltam egy lányban, semmi más nem érdekelt ebben a témában, gondoltam, na ez az igazi. Elolvastam elsőre a két verset, bevallom őszintén, nem sok mindent értettem meg belőlük. Elolvastam másodszor, izgalmam csak fokozódott, mert nem jutottam közelebb a megoldáshoz. A harmadik alkalommal, amikor elkezdtem olvasni, írtelem belém villant egy kutatási kérdés. Itt valójában nem két költőről van szó, hanem két férfiról, és feltettem magamnak azt a kérdést, hogy kiderül-e a két versből, ki fogja előbb ágyba vinni a nőt. Ez annyira izgatott engem, hogy így olvasva a két verset, teljesen más értelmet nyertek a sorok. Persze Petőfi győzött a lánglelkű forradalmár, különben is a kultói kastélyt elég nehéz überelni. Emlékszem, Piros Kanéni a matek tanárnő volt a felügyelő tanár, aki azért engem jól ismert matek órákról, és amikor közöltem vele, hogy három órával a határidő előtt simán kész vagyok, egy olyan másfél órát írtam körülbelül nyolc oldalt, akkor kicsit pikirten nézett rám, azt mondta, ne csináld. De igyekeztem őt győzködni, hogy a piroskanéni olvassa el. Szeretném megedni a csokimat. Egyszer csak azt láttam, hogy piroskanéni elkezdte olvasni az én kis elemzésemet, és a második oldal környékén ilyen pici kis könycseppet láttam a szemében. Fölemelte tekintetét, majd rám nézett. Azt mondta, te ilyet is tudsz. Persze vagány 18 évesként humást válaszolt volna az ember, hogy hát piros Kanini, mennyi mindent tudok én, amit maga nem tud. Tanévzára ünnepségen, amikor megkaptam a dicséretes ötösömet, mentem szembe a barátaimmal, a jutalomkönyvemmel, meg az oklevelemmel, érdekes módon ők is rám néztek, azt, azt mondták, hogy te ilyet is tudsz. Komolyra fordítva a szót, a személyes lelkesedés, az eredeti kérdés és a váratlan megoldásoknak a halmaza nyilvánvaló, hogy a kreatív gondolkodásnak az alapja. Valójában nem új ez a történet, ám úgy gondolom, hogy érdemes ebben a pillanatban csinálnunk egy ötletbőrzét a kreativitásról. Mi az, ami eszünkbe juthat elsőre? Az eredetiség, a váratlan kérdés, a rugalmasság, a nyitottság? Talán még a divergens szerteágazó gondolkodás is, amelynek komoly történelmi múltja van. 1950-ben az Amerikai Pszichológiai Társaság éves konferenciáján Joel Paul Gilford, az elnök, tartott egy megnyitó beszédet. Azóta ez világhírű lett. A divergens szertágazó gondolkodást a kreativitásra azonosította. Tapasztalatom szerint kétfajta elnöki megnyitó beszéd van, egy rövid és unalmas, és egy hosszú és unalmas. Úgy tűnik Guilford eme híres beszéde, ez kivétel volt ebből a szempontból. Szóval mi lehet a kreatív gondolkodásnak az alapja? Mindenek előtt az igazi aranyatérő nyitott kérdések. Emlékszem, a fiam négy éves korában egy perc alatt 46-ot kérdezett, szerintem minden négy éves ilyen, ezek a miért kérdések, ezek egyértelműen jelzik azt, hogy ezek a kisgyerekek még kíváncsiak, meg akarják ismerni a világot. Mi történik ezekkel a kérdésekkel? Az oktatás világa nem nagyon szereti ezeket az aranyatérő kérdéseket. Már zártabbá válnak ezek a kérdések, vagy egyszerűen eltűnnek. Vagyuk be őszintén, nem igazán szeretünk válaszolni a váratlan eredeti kérdésekre. Éppen ezért én kitaláltam az egyetemistáim számára a provokatív kérdéseimet. Képzeljétek el, megkérdezem tőlük az első órán, hogy ti miért jöttetek ide? Úgy néznek rám, mint aki az X-aktákból jött. Mit kérdez ez tőlünk? Miért jöttünk ide? Mit szeretnénk csinálni? Az egyik legbátrabb srác a múltkori szemeszter elején jelentkezett, és büszkén mondta, hogy három kreditért. Majd leült, ugye megtette, amit meg lehetett, és fél év alatt úgy gondolta, hogy már nem csinál semmit. Tekintettel arra, hogy kreatív gondolkodást szeretnék fejleszteni, ezért nem szabad őket ilyenkor nyugton hagyni. Tovább provokáltam. Te egy ősember vagy, ha mi vagyok én ember tanárul. Azért, mert halászol, vadászol, gyűjtögetsz. Leginkább kreditet. Valami más elképzelésed nincsen? Itt az elképzelésekkel Elértünk a következő fontos pontig a kreatív gondolkodásban. A fantázia, a kreatív asszociációk hihetetlen jelentőséggel bírnak. Csináljunk erre egy játékot. Itt van ez az ásványvizes palack. Mi az, ami eszetekbe jut erről? Ha félbevágom, nyilvánvalóan ez egy váza. Lehet ez akár vízmérték. Egy vízzelhajtó űrhajó, akár népnevelési eszköz. Szóval a váratlan kérdések, az aranyatérő nyitott kérdések, ezek a kreatív asszociációk oda vezettek engem, hogy föltegyek magamnak néhány pedagógiai kérdést. Hogyan lehet a kreatív gondolkodást fejleszteni? Hogyan lehet az eredeti tanulói kérdéseket támogatni? Hogyan lehet őket kimozdítani a komfortzónájukból? Hogyan lehet a képzeletüket, a fantáziájukat erősíteni? A kérdések megválaszolásához szeretnék nektek néhány történetet mesélni. 38 éve tanítok, eredendően magyar történelem szakos tanár vagyok, és büszkén mondom azt, hogy a többi évtizedes felsőoktatási pályafutásom mellett 30 évet egy általános és szakiskolában is taníthattam. Gyereket látott oktatás kutató vagyok. Az első történetem, amikor kezdő koromban kicsit remegő lábakkal mentem a helyettesítő táblához, döbbenten láttam, hogy kiírtak éneket helyettesíteni egy kezelhetetlen fiú szakiskolai osztályba. És jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, első dolgom az volt, hogy elmentem a testnevelő kollégához, mondtam neki, te adjál már nekem egy futballlabdát. Szerintem el tudjátok képzelni a tekintetét, valami hasonló volt, mint a hallgatói még az első órán. De végig futballlabda. Izgalma fokozódott, zavara is, amikor azt mondtam neki, hogy megyek éneket helyett. A közeli parkba, és egy hatalmasat fociztunk. Megyek vissza a tanári szobába, és döbben csend fogadott. Az egyik tapasztalt kolléganő az Hát oda jött egy kicsit félve, és azt mondta, hogy ők elsétáltak az osztályterem előtt, de ezt az osztályt még ilyen csöndben sosem hallották. Kicsit kihúztam magam, megigazítottam az ingaléromat, ez maradjon az én titkom. Ez a történet a bátorságról szólt. A második történetem Misikéről szól, akit ötödikes korában kaptam meg. Egy ilyen szemesem ájól kis picike szemüveges kisgyereket képzeljetek el, aki leült a hátsó padba, és nem csinált semmit. Szemem sarkából figyeltem Misikét, végre eljött az ő nagy pillanata, az első szünet, amikor fölállt a tanári asztal tetejére, letolta a gatyáját és önfeledten táncolt. Gondolom, ismertek már annyira, hogy hát én nem igazán fenyegettem meg Misikét semmivel sem, hanem innentől kezdve kerestem a barátságát, kerestem a társaságát a folyosón. Közben persze védtem a bástyáit a többi kollégával szemben, akik jöttek panaszkodni Misikére. Magamban csak úgy becézgettem a csippendéles Misike. Elég volt csak annyit beszélgetni vele a folyosón, ahogy vagy Misike, mit, mikor, mikor táncoltál utoljára. Eltelt egy hónap, mire már Misike keresett engem a folyosón, megrángatta az ingójamat, Vilibá, Vilibá, mondom, mi van? Azt mondja, én katonákat gyűjtök. Mondom, ne hülyéskedj, milyen katonákat gyűjtesz? Ha műanyag katonákat. Ha van belőle, vagy száz darab. Ha, mondom, Misike, te most tanuljuk a görög hadsereget. Választ ki a legjobb tizet, hozd be, és mesélj róluk. Misike megtartotta élete első kis előadását, nem az ötös volt a lényeg, nem a taps. Érdekes módon neki is azt mondták az osztálytársai, te, te ilyet is tudsz. Hanem az, hogy innentől kezdve le nem tudtam vakarni magamról Misikét. Eltelt egy kis idő, és ha megint megkeresett engem a folyosón, azt mondja, Vilibá, Vilibá, azt mondja, gyere, megmutatom én neked mind a százat. Ilyenkor nem szabad azt mondani, hogy nem megyek. Régen ezt családlátogatásnak hívták. Misike olyan büszkén vitt be engem a lakótelepik is lakásba, mint hogyha maga Brett Pitt jött volna látogatóba. Anyukája egyedül nevelte. Pár év múlva elballagott, kitűnő szakmunkás lett belőle. Ez a történet a bizalomról szól. Bátorság és bizalom. Harmadik történetem Henié, ahol a megdöbbentés pedagógiai jegyében kitaláltam azt, hogy mi lenne, ha én nem mindig középen magyaráznék az osztálynak. Történelemből csináltunk egy társas játékot, és beültem hozzájuk játszani. Óriási volt a hangulat, lejátszottuk a partit, mindent elterveztem. Egyszer csak óra közepén bejött az igazgatóasszony, kicsit vészlósóan körbenézett, és megkérdezte, hol a Vili bácsi. Középre nézett, ott nem volt senki. A kis Heni, aki azóta több gyerekes családanya, a legutóbbi osztály találkozón, nevetve kérdezte tőlem, hogy te emlékszel, amikor bejött az igazgató asszony és téged keresett? Szerencsére itt nem hagyta abba a történeteit. Azt mondta, emlékszel, amikor hullafáradtak voltunk, és kivittél minket bujócskázni. És jött az anyukám. Kérdezte, hogy hol a Vili bácsi. Érdekes, mindenki engem keresett ebben az országban a 80-as években. Szerencsére gurgulázva mesélte nekem a választ is. Azt mondta, nem tudom, elbújt. Ma ezt élmény alapú tanulásnak nevezik. Ez a történet a megdöbbentésről szól, amikor a tanár valami más emberi dolgot csinál. A következő történetem az a rádöbbentésről fog szólni. A rádöbbentés, ugye első megközelítésben az, amikor leesik a tantusz, amikor megért a gyerek valamit. Rossz hírem van, különböző időpontokban esik le a tantusz, ma ezt differenciálásnak nevezik. Van azonban a megdöbbentésnek egy olyan szintje, amikor ennek a megdöbbentés és rádöbbentés világában rádöbbentem a gyereket, hogy képes arra, hogy megcsinálja. Emlékszem, Peti másodikos korában lényegesen nagyobb darab legény volt, mint a többiek. Kicsit zavarta is, olyan banda főnök volt. Gondoltam, ha megfogom, akkor az egész osztályt megfogtam. Eljött a mi nagy pillanatunk, futballbajnokságot hirdettek, és ebben a döntőben Peti rúgta a győztes két gólt. Magam sem tudom hogyan, de berohantam az osztályjal, és ezt a nagy lakli kölköt földobáltuk. Az apukája jött be fogadó órára, és azt mondta, hogy az egész napról csak annyit tudott mesélni, hogy képzeld, apu, feldobtak. Ez a történet a rádöbbentésről szólt. John Dewey azt írta, talán a legnagyobb pedagógiai téveszme az a vélemény, hogy az ember csak azt tanulja meg, amit megtanítanak neki. Amint egy mellékesen elsajátított tartós attitűdök, keftelések és ellenszembek gyakran sokkal fontosabbak, mint a nyelvtanórák, földrajzórák, hogy a megtanult történelmi tények. Mert alapvetően ezek az attitűdök számítanak később. Történeteim ezekről a tartós attitűdökről szóltak. Hiszem, hogy ezt a világot a henik, a misik és a petik teszik jobbá. Vigyázzunk rájuk. Köszönöm, hogy meghallgatatok.